A Kolumba Kisállattenyésztő Egyesület tagjait bemutató sorozatunk egy újabb részéhez érkeztünk. Az Egyesület legtávolabb, Papolcon élő és korban második legidősebb tagját, a 70 éves Kelemen Gyulát kerestük fel Váltó Zoltán galambász kíséretében. Egy sokoldalú tenyésztőt és egy rendkívül színes állományt volt alkalmunk megtekinteni, ami több évtized során jött létre és a postagalambok iránti szenvedélyből alakult ki. Hát, nagyon rég foglalkozok a galambokkal, jelenleg nyugdíjas vagyok. Mióta visszaemlékezem magamra, azóta örökké galambjaim voltak. Egy bizonyos időt, nem tudom, hanem pontosan most megmondani, de egy olyan 20 vagy 25 évet postagalambáztam, és azután tértem át a díszgalamb tenyésztésére. Négy éve azt hiszem, hogy Kézdivásárhelyi Klubnak vagyok tagja, ugye Zoltán? Igen. Négy éve, azóta elég jó eredményeket minden évben értem el. Sokat is dolgoztam, igaz, mert nagyfajta húsgalambokat tartok, ami rengeteg munkát igényel. Mert nagy galamb sokat eszik, sok az ürülés, sok a takarítás utána. És ha nem tartsa tisztába az ember az állatjait, akkor jönnek a betegségek, ami aztán visszarántja a bizonyos fejlődéseket, amit évek után lehet elérni, és kárba megy minden. Tulajdonképpen azt mondtad, hogy négy éve vagy a Kolumba tagja. Tulajdonképpen nem négy éve vagy a Kolumba tagja, csak egy kis megszakítással jöttél vissza a Kolumba, azaz, hogy már 1960-as évek végén már Kolumba tag voltál. Erről beszélj keveset, a röptetésekről és eredményeiről, hogy hol is voltak, mert ez is ezt is érdekli a, mondjam, a nagy közönséget, hogy körülbelül holnap röptettél és mikor? Hát a 70-es években már kezdtem röptetni, és elég nagy eredményeket értem el, csak rengeteg bajom volt, mert akkor a körzetben csak egyetlen egy versenyóra volt. Így van. És az a versenyóra úgy volt beállítva, például nálunk itt Kovászna környékén, akik oda tartoztak, Zabola, Kovászna, Papolc, volt még Tamásfalvi is benne, hogy be kellett vinni a versenygyűrűköt. Minden galamb jövetelnél be kellett futni, és betenni az orrába. A fa orrák voltak, ilyen nagy dobozzal, egy állítással egy hétig működött, szóval egy felhúzással. Aztán érkeztek már akkor, 70-77-ben már voltak újfajta, nem is tudom mi a más. Junior sportorra. Igen. Az volt a megnevezés. Szalagosok, igen. Igen. Ami már egyéni ember tudta. Szóval elég drága volt, de ha meg tudta egyszer venni, csak egyszer kellett megvegye. Szóval lehetett versenyezni. Hát most nem nagy dolog ez. Minden galambásznak van. Nem díszgalambászról van szó, szóval itt a postagalambokról, mert közben figyelem azokat is, a postagalambokat, ismerek még egy párat a régi emberekből, amelyek még velem voltak tagok, versenyeztek, nagyon jó eredményeket értünk el közösen. Hát ennyit tudnék mondani a postagalambokról. Több tenyésztőnél voltunk, és érdekes módon, aki nekiállt galambászkodni, mindenki postagalambbal kezdte. Miért van ez? Tulajdonképpen a postagalamb akkor nagyon kevés, itt a mű részünkön nagyon kevés díszgalamb volt.
csak könyvekből vagy revisztákból tudtuk nézni, hogy milyen szépgalombok is léteznek. De itt nálunk, és az országnak ennek a részén nagyon kevés szép díszgalomb volt. Voltak, hallottuk, hogy Temesváron, Kolozsváron, Nagyvárod, Arad, ezek a részek, amelyek a magyar határhoz közelestek, ott már voltak szép galambok, ugye nyugatról érkeztek, és aztán idők múltján úgy jött befelé az országba, az ország közepe felénk is. Hát Várda úr példa, mert ő volt azt hiszem az első díszgalambász. Ja, így, ahogy mondod. Na, és most már mondja, hogy nehezen tudta ő is beszerelni, mind onnan kellett. Én kiegészítem még azt, tulajdonképpen a postagalambászat azért kezdődött általában, mert a fiatalok, mondjam fiatalok, iskoláskorú gyerekek, a postagalambokkal tudtak gyorsan elérni felmutatható jó eredményt, mert a postagalamb az jól szaporodik, nem annyira kényes a betegségekre, és ezzel gyorsan lehetett elérni eredményt. Viszont jó eredményt, röptetési eredményt, az csak nagyon-nagyon tüzetes és nagyon-nagyon odafigyeléssel lehetett elérni. Úgy tudom, hogy Gyula barátunk röptetett több helyről, egy pár ilyen nevet azért jó volna elmondaná, hogy honnan röptettetek. Itt a diplomák szépen benne van. Tulajdonképpen a röptetés úgy kezdődött annak idején, most nem tudom, hogy vannak. Egyszer bekerült röptetni a tulajdonos a galambokot 7-8 kilométerre, 10 kilométerre, egészen 20-50 kilométerig, és akkor jöttek már a bizonyos versenyek. Mi Fogarason vagy Szebenben kezdtük a versenyeket, addig bekerült röptetni a galambokot, és Szebentől már szöktünk Dévára, Déváról Aradra, a fiatalokkal a határon külön nem mentünk, csak a határig, vagyis az őszi röptestések. Az öreg galambokkal, vagyis a nagy távokkal, avval onnan mentünk a határon túl, magyarokhoz, Székesfehérvár, meg Rábafüzes, meg több helyre. Pozsony. És Pozsony, onnan a csehek voltak, és onnan volt. Brno volt a legtávolabbi része nekünk akkorjában reptett. Én most már még hallottam, hogy a lengyelekig is elmennek. Igen, volt prágai reptetés. A kelet-németek. Azokat repítettük mi is, igen, a kelet-németek. Teplicet és hogy hívják, Drezdát. Drezdát, igen. Ezekre. A postagalambokról, a díszgalambokról beszélgetve, mikor tértél át a díszgalambtenyésztésre? Mert tudom, még posta most is van esetleg, de mikor van, tértél van át? Egy pár darab postám most is, vagyis az unokámnak, nem is nekem, az itt van mellette, neki van, vagy 6 darab, azt hiszem. De nem repteti, így nem foglalkozik úgy velik, csak tartsa. Vannak díszgalambjai és pávaharkóak. Az első díszgalambjaimot egy kiállításon vettem Szentgyörgyön, és pedig valami magyar, nem tudnám megmondani a neveket, hoztak texánokat. És avval kezdtem volt, azokat vettem, 2 párat, és avval kezdtem a díszgalambászatot. Aztán jöttek az egyebek, a francia mondénok, máskülönben a texánok azok amerikai származású texánba voltak kikeresztezve, az egy nagyon-nagyon jó fajta galamb, nagyon jó szaporítók, szóval anyagalamboknak is, vagyis, hogy is mondják, a nevelő galamboknak nagyon-nagyon jók. Most is vannak belőle. Van, hogy 8 darab belőlik, nincsen olyan sok. De azt a 8 darabból egy év alatt el tudnám szaporítani
Nem is tudnám megmondani annyira, mert képesek 6-7 párat kötsenek egy szezonba, vagyis neveljenek. Olyan nagyon jó nevelők a lombok. Tulajdonképpen a texának ezek mind húsgalambok. Egyedüli galambfajta tudtommal, amelyik autoszex, vagyis meg lehet állapítani igen. fiókakorából, hogy melyik a tojó és melyik a hímgalamb. Igen. Hát, ebből kifolyólag is lehet jól tenyészteni, mert már igen. tudod, kiskorában tudod, igen. hogy miből mi lesz. Másfajta galambjaid? Hát vannak, de még annyit kiegészítem a textánokot, hogy milyen a tojásból kiesik, már akkor lehet tudni, hogy melyik nyöstén, vagy melyik tojó, melyik legény, vagy bak. A bakok, a hímek, azok nem szőrösök, csórék. A tojásból, ahogy kiesik. És a tojók, azok rendes szőrösök, mind a más, piatólasok. Általában mind nagy testű galambokat, azokat szeretem, de most egy kicsit le kell mondjak egy pár darabról, vagyis lecsökkentsek, mert nagyon-nagyon sok dolog van vele. És kezdtem öregedni, már 70 évet elhagytam. Feleségem segít a pucolásnál rengeteget, de hetente kell bugot pucolni, és a többi, amivel jár, orvosságolni, stb. Minden költségesen, mind a kisebb testű galamboknak. Posta galambokból az én időmben nem volt kiállítás. Igen. Egyetlen kiállítás sem. Itt meg tudja mondani Várd úr, meg ők kezdték a kiállításokat. Nem tudom, hogy akkorjában miért nem rendeztünk kiállítást. Fogalmam sincs. Én röviden válaszolok erre. Mikor 78, 72, nem, 72-ben elkezdtük, 73-74-ben egy pár mondjam kiállítási példánnyal, még abban az időben Bandi bácsi még tett be egy pár darab postagalambot, de a postagalambászok révén az, hogy sportgalambok voltak, attól tartottak, hogy nehogy valami betegséget felszedjenek, és repülési készségükbe zavarja. És ebből kifolyólag a postagalambászok nem igen tettek be. Csak az országos van, amikor már olyan eredményeket érnek el országos szinten, hogy mondjam azt, hogy az első, nem tudom, 100-ba vagy 200-ba vannak benne, na azokat állítják ki országos szinten. Ez idén is volt kiállítás, viszont oda már nagyon-nagyon jó eredményű postagalambok kelnek. Kézdiről volt Olá István, és volt valamikor Kelemen Pista, 89-ben, mikor kiköltözött Magyarországra, ő neki volt jó eredménye, ötödik volt, Bákóba volt. Na ott láttam az utolsó postagalamb kiállítást Bákóba. Én örömmel elmondhatom azt, hogy minden kiállításon eredménye jártam, vagy országos szinten, voltam kétszer országos szinten a tavaly Brassóba, és az idén Marosvásárhelyen. Országos bajnokom van, és bajnok helyetteseim is van, 95 pontosok mond francia mondénokból, és magyar óriásokból is, 95-94 pontos galambjaim voltak, úgyhogy foarte bine azt jelenti szóval magyarul, hogy a legjobb. Idáig már beszélgettünk postagalambokról, francia mondénről, magyar óriásról. Megkérlek, hogy mondd el, hogy még hányfajta galambbal foglalkozol, és hányfajta diszmadára, mert tudjuk, hogy nagyon sok diszmadarad is van. Hát van, csökkentettem az állományból. Diszgalambjaim még vannak, királygalambom, nincsen sok, vagy 7 darab össze-vissza. Vagyis King, magyarul király, úgy hívják, akkor
magyar óriásaim vagy azokról beszéltünk. Alföldi bogagalamjaim is vannak két címben, pirosba és vagy vörösbe és feketébe. Vannak strasszéljaim, sárga színbe, feketébe, kékbe. Nagyon szeretem őket, a nagyon szép galambok, azok is. Vannak még nekem dobosok. Nem is. Arab dobos. Igen, arab dobos. Hát azért arab dobos. Fehérbe és pirosba, vagy 14 darab össze-vissza. Az arab dobosról annyit kell tudni, itt egyáltalán nincs a környékünkön, és azért arab dobos, mert amikor ő udvarol a párjának, burukoló hangjába egy dobpergési hangot ad ki. Ezért arab dobos. Ezért ez a neve, hogy arab dobos. Egyébként a galambok, a díszgalambok 90%-a az keletről jött. Az araboktól, törököktől, ebből a térségből jöttek a galambok, úgyhogy ez is onnan való. Azon kívül van Lahorád, ami Afganisztánnak a felső sarkából, Lahore városból származó galamb, az is egy nagyon szép galamb. Nagyon szép galamb, és abból szeretnék más színből. A pávákról beszélges, a díszpávákról, nem páva galamb, hanem a páva magában. Hát van egy pár pávám, most 3 évesek, egy pár, vagyis egy hím és egy tojó. Az idén várok tőlik tojásokat, mert a tavaly már volt egy pár darab, de nem olyan furcsán tojtak, vagyis kihagyott a tojó. Mert a második évben kezdi el a tojás, de csak 3-4-5 tojást tojik. Rendesen a 3 évet betölti, akkor nagykorú, vagy hogy fejezzen ki magyarom? Magyarul, igen. Matur, nagykorú. A tenyésztő saját szenvedélyének élkettelésből tartja a madarakat, viszont figyel arra is, hogy kiállításokon a nagy közönség is megcsodálhassa a kisállatokat. A beszélgetés során kiderült, hogy az első számú kedvencek a galambok, viszont más kisállatból is bőven van a gazdaságban. Vannak tyúkjaim és fajtyúkok, vannak fajnyulaim, fajkutyáim, és még mit mondjak magunknak? Papagáj, csak egy van, egy hullámos papagáj most, mert a kecske papagájokat a macska kikészítette az ősszel. Voltak sárgába a kecske papagáim, mert vannak azok zöldbe is. De leverte a ketrecet, addig kínlódott a macska, nem voltunk itton, ameddig ketrec felfordult, és akkor az al tepsi, vagy hogy is mondják, ami alul van, a szemetet fogja ki, az kiesett, és a macska elrendezte rögtön őket. Megölte. Hát régen voltak hullám papagájaim, azt szaporítottam, és rendes, rengeteg volt, úgyhogy 200-300 darab is voltak belőli. Most még vannak kacagógáléim, vannak egrikékeim, ezek egy kicsi galambok, Jóskától erednek. Igen, nagyon jó repülő galambok. Osdoláról, szeretem őket. Vannak kapucsin galambjaim is, vannak galaci galambjaim is. Galaci bukó is van. Igen. Kapucinos is van, hát akkor az elég sok. Ezek mind vannak. No, hát mondjuk, hogy a galaciak az orokámé, azt ő vette a piacon, Prázsmáron, akkor vannak páva galambok, nem pávák, páva galambok. Azok is az övé, páva farkúak. Akkor mondtam a postákot, hogy azok azért az övé. Valacsi, kedves feleségének mi a véleményéről a hobbiról? Hát, nagyon szerencsém, hogy velem tart, és mert sok kötésbe kerül ez. Mondjuk, hogy csak az élelmet beszerelni, nem mondok sokat, de egy olyan 2-3 ezer láj, még minden mellett, hogy a fő eledel buza, amit én termelek meg, azt nem kell megvegyem.
De ha eladná, akkor bizony az is egy bizonyos összeg pénznek, ami a háztartásra nagyon-nagyon sokat csinál. Itt a pótlás is neve, hogy mit tanácsolna azok számára, akik kisállattenyésztésbe gondolkodnak, kisállattenyésztésre számítanak foglalkozni? Hát aki szereti, én azt tanácsolnám, hogy kezdjen neki, ne nagy tételbe, kicsikébe, hogy ne kerüljön sokba. Például az egyletnél nálunk nagyon kevés a tagságdíj a fiataloknak, iskolásoknak, csak 200 lej. 20 lej. Vagy 20 lej, bocsánat, nem jól mondtam. Azok isek a nagy diákoknak. Igen. Azok is, akik a nagy diákok, mert úgyhogy, mondjam, 9-től fölfelé kezdődnek, ugye, a kisebb gyerekeknek ingyenes. Igen. Ingyenes a kisebb gyerekeknek. Úgyhogy szívesen várunk mindenkit a Kolumba klubban, minden gyereket, felnőttet, bárkit, aki komolyan foglalkozik a kis tenyésztéssel. Többek közt az unokádot is. Gyere közelebb egy kicsit, hogy lássanak a gépbe. Én azt mondom mindenkinek, amit Gyula barátom mondott, hogy kevéssel fog kezdjen neki, de sokkal jobb galambászni vagy nyulat tenyészteni, mint bármilyen rossz hobbiba, mondjam azt, hogy amilyen mostanában szokott megjelenni, hobbikba részt vegyenek, mert az nem a legjobb a gyerekeknek. A szokásunkhoz híven a bemutatkozó beszélgetést követően megtekintettük a meglehetősen nagy tenyészetet, ahol szakszerű magyarázat mellett szemlélhettük meg az elsősorban nagy testű galambokból álló csodálatos állományt. Szép állományom van, nagyon szép, és úgy tetszik elképzelni, hogy ezeknek az árik darabonként 100 lej az érték. Igen, igen, igen. Van amelyiknek igen. Több. Igen. Van, amelyiknek egy kicsivel kevesebb, igen. De így szereztem be én. Persze, persze. Össze-vissza százon fejjelva. Vannak a magyar óriások, amelyik többféle színben vannak. A legértékesebb galamb a magyar óriásban a sárga színűek. Azok egészen a 300 leik lehet darabonként. 300 leik. Például Kolozsváron én az első párat onnan hoztam, 300 lejve darabját. Még be is csapottam, mert vettem két tojót, és mikor hazaértem, és láttam, hogy melyik hogy áll, egy tojó és egy hím volt. Úgyhogy becsaptak egy tojóhelyet, egy hímét adtak. Magyar óriások akkor ezek lennének itt az hát igen, az vörös, úgy mondják, az sárga, fehér színbe, ott is van egy pár sárga, ott is egy vörös van feketébe, ott a pócon, ha tetszik látni. Még van feketébe, csak nem tudom, hogy hol lehet, hogy leült. A magyar óriásokról ennyit. Elég nehéz tenyész galambok, mert tollas lábúak és nagyon hamar mocskolódnak a tollak, és a tollakot nem szabad levágni, mert akkor például a kiállításon lepontoznák. A magyar óriásokig. Na a mások, az nem tollas lábok, még a magyar bugagalamb, amelynek tolla van, de nagyon kevés. Például ez feketében, az pirosba, csak magyar alföldi buga. Az egrikék. Az Egerben volt Magyarországon kitenyészve, egri kékek, ott van egy pár, még van. Mutatok, aztán lenne a másik bukba még vannak. Gyula bácsi, itt a felé felett van egy unatkozó kis... Egy kacagó gála. Kacagó gála, ezek most készül letojni, a tojó, az a tojó, azért olyan fél... Mikor tojik, akkor beteg a galamb általában, nem csak a... Hát ez gála, nem galamb, de ott van a társa. Aha, aha. Ha tetszik látni, ezeket így szeretem fel ide a plafonba, hogy a galambok ne férjenek hozzá, mert bántsák a fiakot. Az francia mondénok, hát több van belőle, mert ezek a fehéresek, kék,
kékbabirkás, így mondják ezeknek, és vannak a fekete szallag, a kékek, a fekete szallagosok, azok a legértékesebb galambok jelenleg, azokkal mindenütt verseny nyertem, a kékekkel. Ugye ezek tudnak repülni, de viszont nem hosszú távot, tehát nem tudnak hosszú távot. Nem, ezek máskülönben nem járnak ki ide, ki, mert itt nagy a sólyom járat nálunk, itt van az erdő, a szomszédban. Hát az a mondenokban benne kell legyen, ez igen, gyenge, tollas lábúak. Ez is monden, ez is monden, ez is monden, tetszik látni. Egy nagyon-nagyon szép galamb, mutassam meg, egyik legszebb galambom, ez, smonden, francia monden, az is. Egy kiló és 40 deka a maximális súlya. Általában egy 20, egy 20 fejjel vannak. Ez a brassai kampionom, kampion nacional, ez például. Ez nyerte meg. Így. Így akárhol foghatom meg, mikor nincs idegen, akkor nincsen probléma. Idegenre egy cseppet, hát milyen az állat? Az állat is, hát igen, én etetem, én pucolom, én dajkálom őket. Már a hangomot is ismerik, akkor már jövök. Most már kínlódnak a harc, a fékszeg foglalás. Mert már kezdtünk tavaszodni, és úgy be vannak indulva, hogy erősen. Én tudnék mutatni már a fiat is. Annélkül, hogy akartam volna. És nem tudom vinni most a kiállítást. Ez megint egy nagypontú, szép magyar óriás. Tessék megnézni, hogy milyen, hogy hívják. Hát egy nap mostam meg a lábát, mert mocskos volt, és meg kell, mert kiállításra készítem, és nem lehet lepontozzák. Na, tessék, így nézésre úgy lehet mondani, hogy a legnagyobb galamb, de súlyra sokkal nagyobbak a mondenok. Ez az egy, a tollas, nagyon tollas. Nagyon tollas galambok. Annyit akadályoztam, hogy ne, itt nincsenek széjjel válaszva, mert máskülön legyenek, hogy térire külön szedni a tojókot, vagy a hímeket, külön szedni, és akkor nincsen baj. És nem szedtem ezeket széjjel, nem, nincsen hely, és most ez a baj. Annak ellenére, hogy több fajta galamb van a ketrecben, a tenyésztő nem engedi meg, hogy a különböző fajok kereszteződjenek. Nem, azt nem engedem, mert akkor a galambnak abszolút semmi értéke nincsen, mikor egy másik fajjal van keresztezve. Csak a maga fajában van meg az érték és a valóság. A valóság, hát akkor nem vihetem se kiállításra, se. De mondjuk ők a fejük megcsinálnak, de én nem engedem, mert rögtön észreveszem, és akkor külön teszem egy darabig, ameddig megszakad a kapcsolat. Az unoka segítségével sikerült a korai, nem várt galambfiókákat kiszedni a fészekből. Körülbelül 4-5 naposok ezek. Magyar óriások lesznek, tollas lábúak. Itt már jól lehet látni. A gálé meg ezt télen kötöttek, például ott lent. Ott, igen, ott is, ott lent a folytán. Hát nem, mert tetszik látni, hogy őrzi örökké. Egyik, hát például ez a hím volt, amelyik most. Felváltva? Felváltva, igen. Ez a Lahora galamb. Ez ne. Igen, Marosról
hoztam, és a társa, a tojó meg is döglött, beteg volt. Nem vettem észre. Így jár az ember. Most már lesz társa, mert hozok. Még nagyon szép galambok a strasszerok, a német strasszerok, ezek vannak különböző színben. Ez például sárga, az egyik legértékesebb galamb, a sárga szín most úgy megy. Ugye a magyar óriásra, meg a strasszerba, és a kékek, itt is vannak kékek. Strasszerök, ez a fajták, mind a sárgák, viccele, ez a tojó. Ezek is ott kotolnak. Szép rajzosok, hogy mondjuk mi. Nem szabad legyen egyéb itt a fehérségben fekete pötty, meg stb. Itt vannak a kony nélküliek, simmagálék, és itt vannak a kiállítása, ezeket viszem kézire a kiállítása, vagy 10 darabot. Hát ezek szépen énekelnek és kacagnak. Díszmadarak, igen, díszmadarak. Fácánok, azok itt, a fácánokról egyáltalán nem volt szó. Hát sokfajta fácánom volt, és tenyésztettem őket, de aztán reakaptak a tojást, ették meg, magyarul megmondom, ették meg a saját tojássegítést. És akkor aztán megharagudtam le most már. Két himmel vagyok, egy aranyfácán him, és egy ezüst fácán him. Például a legjobb húslevest fácánból lehet csinálni. Ez biztos. Másképpen nem mond, nem tudom, milyen kiadós valami, de szépnek szépek. Voltak nekem feketék, angol fácánjaim, még a tavaly voltak. És vadászfácán. A vadászfácán a rendes szürke fácánnak mondják. Hát a kakas nagyon szép. Abból is. És itt van az aranyfácán a kakasom, ott tetszik látni. Kinyitom az ajtót. Itt nem igen van, most már még kézdin sincs jelenleg. Csak én kiállítanám, elvinném azokat is. De nincsen megfelelő ketrec. Papolci kiruccanásunk végén megtekintettük a Vilmos névre hallgató pávát a kiállításra előkészített többi állattal együtt. Megszemléltük a nyúlállományt, majd búcsút vettünk Gyula bácsitól, aki bebizonyította, hogy kellő lelkesedéssel 70 évesen is érdemes és lehet mintaszerűen kisállatokat tenyészteni.